Kérem, fogadja szeretettel. Köszönöm szépen. Születésnapi ajándékként. Erőt, egészséget és boldogságot kívánt Gombos István, humán ügyekért felelős alpolgármester, a 95. születésnapját ünneplő Katona Károlynének, aki 1922-ben egy mezőgazdasággal foglalkozó családba született a Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson. A 4 testvérével együtt itt töltött gyermekkorára szívesen emlékszik vissza. És apujaik mezőgazdasággal foglalkoztak. Én milyen otthon voltam, ugye egy lány voltam, 4 fiú testvérem volt, és azok mentek, én ki voltam kímélve. Otthon szorgoskodtam. Jutka néni 1956-ban érkezett Dunaújvárosba férjével együtt. Mindketten a vasműben helyezkedtek el, és innen is mentek nyugdíjba. 2 lányuk született. Jutka néni azt mondta, minden napjai ma már leginkább tévénézéssel, a 3 unokával és 4 dédunokával való találkozásokkal, és ahogyan ő fogalmazott, az egyszerűbb ételek elkészítésével telnek. Lebbenslevet szoktam főzni, krumplis tésztát meg tudom csinálni, káposztás tésztát meg tudom, ezért ilyen dolgokat meg tudok csinálni. Meg a gulya, én látod, gomba, meg azt nudlit. Jutka néni a mai napig szellemileg friss és igencsak jókedélyű. Azt mondta, örök jókedvének a nyugodt családi élete a titka. Bár nem ígérte meg, de bízik benne, hogy 100 évesen is ugyanilyen mosolygósan fogadja majd stábunkat.